későn kapcsolódtam be a videó tulajdonosok népes táborába, és annál jobban megörültem az InterVideo jelentkezésének. Bár ide először beléptem, még meg is kérdeztem, hogy kell-e ide útlevél. Hát már az, hogy mondjuk egészen késő estén nyitva van, és olyan filmekkel találkoztam, amelyekkel a privát kölcsönzésben, tehát a szokásos horror és pornó kölcsön kazettáradatban nem találkoztam. Azt is mondhatnám, hogy művészfilmekkel, hiszen itt fedeztem még magamnak föl Fellinit is. Az InterVideo Kft. Nevében köszöntöm mindazokat, akik ezt a műsort látják. Mi szeretnénk ezt a fél órát elnevezni InterVideo filmmagazinnak. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy teljesen felesleges a filmek után üres részeket hagyni, talán valamivel hasznosabb, ha néha itt valami történik is. Munkatársaim, kollégáim, együttműködő partnerek fogják elmondani, hogy ma mi van, hogy mit szeretnénk. Az InterVideo több mint 4 éves előkészítő munka után alakult, mint vegyes vállalat. 49%-ban angol cégek a részvényesek, tulajdonosok 51%-ban. A Keravil kereskedelmi vállalat, az Artex külkereskedelmi vállalat, a Magyar Hitelbank, a Magyar Filmintézet, a Művelt Nép könyvterjesztő vállalat vesz részt ebben a vállalkozásban. Ugye a felsorolásban is látszik, hogy szinte minden jelen van, ami egy ilyen jellegű jó üzlethez kell. Van pénz, vannak boltok, vannak kultúrcikkek, van filmes szakismeret. Természetesen kell még hozzá az, aki kikölcsönzi ezeket a filmeket. Talán ez volt az egyik oka, a film állomány, a film választék jó kiválasztása annak, hogy ilyen hosszú ideig tartott ennek a vállalkozásnak az előkészítése. Olyan partnert kerestünk, olyan nagy filmes partnert, akinek a filmjei között megtalálható a lehető legszélesebb kör mindabból, amire úgy érezzük, hogy ma Magyarországon igény van. Sztárokat szeretnénk, világsztárokat, kisebb sztárokat, minél többet, érdekes filmeket, folyamatosan, mindig újakat, megújulókat. A nagy amerikai filmvállalatok az úgynevezett majorok közül a Warner Brothers-zel állunk kapcsolatban. Vagyis a Warner Brothers londoni leányvállalatával, a Warner Home Videóval. 3 év leforgása alatt 975 filmet várunk ettől a cégtől. Ezeknek a filmeknek egy része már most megtalálható az InterVideo boltjaiban. A többi film rendszeresen havonta érkezik hozzánk, azonnal kezdjük a feldolgozást, és mi hamarabb szeretnénk a nézők rendelkezésére bocsátani a kazettákat. Az InterVideo szerkesztősége foglalkozik a külföldi filmek magyar feliratainak elkészítésével. Ez a következőképpen történik. Mi külföldről megkapjuk az eredeti filmnek a listáját. Ez egy jó vaskos papírköteg, amely, ha szerencsénk van, egyezik az eredeti filmnek a hangjával, ami ezen a kazettán van. Több munkafázis következtében ennek a végeredménye egy ilyen kis számítógépdiszk lesz, amin a film összes szövege, adata rajta van, és így készül majd később a sokszorosítás. A módszer a következő. Fordítókat alkalmazunk, nagyon sok fordítót. Amikor a fordítás elkészült, akkor 2 lektorálási fázis következik. Az egyik lektorálás a nyelvi lektorálás. A film nyelvén értő fordító, másik fordító, vagy éppen egy főhivatású lektor, szerencsés esetben anyanyelvi lektor, átnézi a szöveget a filmmel, és megállapítja, hogy nincs-e benne fordítási tévedés, vagy nincs-e valami olyan mondat, amit jobban is le lehetne fordítani. Amikor ez kész, akkor jön egy úgynevezett magyar lektor, akinek a dolga most már a szöveg teljes befejezése, vagyis egy olyan szöveg elkészítése, ami magyar anyanyelvi szinten a lehető legtökéletesebb, és egyben alkalmas is arra, hogy felirat legyen, vagyis el lehet olvasni, értelmes, gördülékeny, szép irodalmi szöveg. Avval az állásponttal, amit mi azt hiszük, hogy helyes, hogy a filmnek az szinte a legtökéletesebb fordítási módja a felirat, sokan nem értenek egyet. Sokan inkább a szinkron szeretik, vagy éppen az alámondást, de sokan szeretik a filmet úgy eredetében, mesztelenül, eredeti nyelven meghallgatni. Mi igyekszünk minden kívánságnak eleget tenni, de azért nem titkolhatom el, hogy a feliratot részesítjük előnybe.
Nagyon sok oka van, de a legfontosabb, hogy a film egy homogén művészeti egység, a filmnek a hangi hátterét, amit a rendező megkomponált, gyakorlatilag soha nem lehet rekonstruálni, csak valami mást, ami lehet ugyanolyan teljes értékű, de sosem lesz olyan, mint az eredeti. A felirattal minimális csökkentéssel, a képtartalom minimális csökkentésével, ami jó feliratnál egészen el is tűnik. Annyira eltűnik, hogy az ember úgy olvassa a feliratot, mintha hallaná, ha ez tökéletes. Ilyen minimális csökkentéssel gyakorlatilag a film értékeinek a teljességét meg tudjuk őrizni. És ezt az utat kívánjuk követni. Kódolás. A kódolás azt jelenti, hogy egy bizonyos számsor alapján, amit egyes országokban angol mértékegység, nálunk a perc, másodperc, tehát időkód, egy errevel foglalkozó kolléga meghatározza, hogy egy bizonyos adott feliratnak a film hosszában hol lesz a helye. Nagyon pontosan, majdnem, hogy egyes képkocka pontossággal, és egyben azt is megállapítja, egyben ellenőrizve az előző munkafázist, vagyis a magyar lektort, hogy valóban olvasható ez a szöveg, valóban olyan hosszú-e, és olyan hosszú ideig lehet-e kódolni, hogy ez tökéletesen kielégítheti a nézőt. Amikor ez megtörtént, akkor készül egy olyan munkafázis, amit mi összeeresztésnek hívunk. Ez a munkafázis, ez már majdnem ugyanolyan, mint az eredeti film. Itt látható a háttérben, itt fönt a kód, és alul a felirat. Csak az különbözteti meg a másolt példánytól, hogy a másolt példányon ez már nincs rajta. Itt egy végső ellenőrzési fázis következik, ahol is egybevetjük minden előző munkát végző embernek a munkáját, és egy utolsó finomítást, utolsó szépítést, ha lehet így mondani, adunk a filmnek. Amikor ez kész, mehet a stúdióba, a sokszorosításra. Ez itt az Intervideo stúdiója, ahol a mai igényeknek megfelelően a legkorszerűbb technikával tudjuk elkészíteni a műsoros videókazettáinkat. Ehhez rendelkezésünkre áll a mai televíziós szabványnak megfelelő 1x C formátumú Sony videórekorder, Jumatic Highband videórekorder és Super VHS videórekorder. A másolatokat Panasonic HiFi Stereo magnókra vesszük föl, a legjobb minőségű GVC kazettákra. Hetente több száz film érkezik, ezeket azonnal munkába vesszük. Egy időben többféle munka is folyhat a stúdióban. A beérkező filmekről először is egy timecode-olt kazettát kell készíteni, ami alapján a fordítók elkészítik a timecode-dal ellátott felirat listát, illetve az a szinkronhoz is fontos lehet. Ezek alapján az elkészült feliratot, listát kompjúterre visszük, és a kompjúterrel feliratozzuk a filmeket. A kazettáinkat természetesen ellátjuk másolásvédelemmel, be is mutatjuk, hogy hogyan néz ki az a kazetta, amit egy másolásvédelemre ellátott VHS kazettáról próbáltak meg lemásolni. Ezen kívül a stúdiónk rendelkezik egy PAL NTSC transzkóderrel, laikusok számára ez azt jelenti, hogy amerikai piacra tudunk VHS kazettákat gyártani. Az Intervideo normális működéséhez különösen arra tekintettel, hogy az üzleti stratégia lényege a piaci igényekhez való rugalmas és gyors alkalmazkodás, elengedhetetlen a megfelelő információ bázis létrehozása. Egyszerűbben fogalmazva, ez azt jelenti, hogy a döntés előkészítéshez gyors, pontos és naprakész információkra van szükség. A naprakészség megteremtése pedig nem képzelhető el más módon, mint a mikroszámítógépek bevetésével, mikroszámítógépek alkalmazásával. Rövidesen üzembe helyezzük azt a kölcsönözési nyilvántartó rendszert, amelyik mindenek előtt lehetővé teszi a kölcsönző jegyek és egyáltalán a kölcsönzési folyamat teljes automatizálását, lehetővé teszi a készletfigyelést, a raktári nyilvántartásokat, és számos olyan hasznos információval szolgál, amelyek, ha úgy tetszik, marketing információnak is felfogható. Így például a kölcsönzési esetek számának regisztrálása biztosítja azt a lehetőséget, hogy a közönség ízlését, az egyes filmek nézettségét tudjuk vele mérni, és ehhez alakíthassuk a filmkínálatot. A vállalkozás viszonylag nagy
pénzösszeggel alakult, 130 millió 600 ezer forinttal. Magyarországon szokatlanul sok ez egy filmes vállalkozásnál, mégpedig azért, mert nem csak a videóval, illetve nem csak a videónak a kölcsönzési részével szeretnénk foglalkozni. Úgy érezzük, hogy a videónak más területein is vannak lehetőségek. Azt hiszem, el kell fogadnunk, hogy az, amit mozgóképnek hívnak, az többféle formában tud megjelenni. Ez lehet egy vetítővászonon egy film, lehet egy televízióban egy videóról vetített kép, annak sokféle formája lehet, a Super VHS-től egészen a béta rendszerig, de mindenképpen eljutat valamit, amit az emberek szeretnek. Ezért én nem ellentmondást, nem konkurenciát, hanem egy jó kiegészítést látok abban, hogy a moziforgalmazókkal, a filmet másfajta formában bemutató cégekkel mi közösen kezdjünk együttműködést. Több videókölcsönző helyen rendelkezünk. A kialakítás során törekedtünk különféle bolttípusok kialakítására. A legnagyobb üzletünk ez a Lenin körúti üzlet, ahol most vagyunk. Ennek a további bővítésére törekszünk, egyrészt a filmkínálatnak a bővítésével, másrészt a videóhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a megteremtésével. Ez az üzlet szolgálna mintául az országos hálózatunknak a kiépítésére. Ilyen üzletet szeretnénk kialakítani valamennyi megyeszékhelyen, egyrészt saját erőből, másrészt pedig különféle együttműködési formákban. Folyamatosan, rendszeresen érkeznek be hozzánk a Warner filmek, amelyek között nagy klasszikusok szerepelnek, mint a Marilyn Monroe főszereplésével készült Kallódó emberek, vagy a Laurence Olivier Marilyn Monroe páros főszereplésével a Prince and the Showgirl, a herceg és a táncosnő, vagy herceg és a kóristalány. Ezen kívül már klasszikusnak számító filmek olyanok, mint az egész estét betöltő animációs Beatles film, a Yellow Submarine, a sárga tenger alatt járó, vagy a Shining, a Stephen King regényéből készült Ragyogás. Ezek a filmek tehát rendszeresen érkeznek, nagyon kellemes az együttműködésünk a londoni partnerrel. A választékunkat azonban szeretnénk bővíteni, így nem csak a Warner céggel, hanem más cégekkel is tárgyalásban vagyunk, kisebbekkel is és más jellegű vállalatokkal is. Például a BBC katalógusát nem régen kaptuk meg dokumentumfilmekre, játékfilm sorozatokra, amelyekből most válogatunk. A választék bővítésen kívül a jog bővítésen is gondolkozunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak home videó joggal, tehát otthoni engedélyre szóló joggal vesszük meg a kazettákat, hanem szeretnénk klubjogot, nyilvános jogot is vásárolni, sőt, moziforgalmazásról is tárgyalunk. Az Intervideo Kft. Kabos Gyula videószalonjában vagyunk. A szalon szó egy egészen bensőséges hangulatot jelez. Ezt a bensőséges hangulatot szeretnénk kialakítani a vevőinkkel minden tekintetben. A tekintetben is, hogy ismerjük igényeit, elvárásait, milyen műfajt keres, milyen filmek érdeklik, milyen színészek, esetleg milyen rendezők, és az ismereteink alapján igyekszünk kiszolgálni maximális vevőinket. Terveink között szerepel olyan szolgáltatások bevezetése, ami szintén emelné boltunk színvonalát. Ezek a szolgáltatások több rétűek. Egyrészt a videófilmek forgalmazása mellett kívánunk a filmekhez kapcsolódó könyveket, kazettákat, illetve hanglemezeket is kölcsönözni, árusítani. A szolgáltatásunk bővítése között szerepel egy interaktív nevű rendszer bevezetése, amely azt a célt szolgálja, hogy a vevő önállóan, egyedül, saját maga válassza ki azt a filmet, amelyet meg szeretne nézni. Ez úgy működik, mint egy húrlicer, benyomja a gombot, kiválasztja a filmet, és a képernyőn megjelenik az adott filmről mindenféle ismeret, előzetes kép- és hangtájékoztatás. Az Intervideo Székely István rendezőről elnevezett videósopjában vagyunk, amely a Váci utca és a Szabadsajtó utca sarkán található. Ez egy nagyon kicsi üzlet, ahol nagyon fontos az állandó ügyfelekkel a személyes kapcsolattartás. A törzsközönségen kívül az állandó idegenforgalom is széles vevőkört biztosít számunkra. A Videodal Észak-Pest videótékája az Észak-Pesti Áfész egyik szerződéses üzlete, az Intervideo első külső partnere. Vállalkozásunk egy családias vállalkozás, amit reméljük, hogy a vevőink is éreznek,
és velük is éreztetni szeretnénk. Ingyenes műszaki tanácsadással szolgálunk a vevőknek, sőt, a gépeiket ingyen bérmentve karban tartjuk. Kapcsolatunk az Intervideóval igen szoros, benne vagyunk abban a programban, amit úgy nevezhetünk, hogy minden nap egy új film. Tervezzük, hogy hamarosan bevezetjük az úgynevezett klubhálózatot. Ide azokat hívjuk, akik rendszeresen kölcsönzőink, nem mindenkit hívunk. Azokat hívjuk, akikre számítunk a filmek kiválasztásánál is, számítunk abban, hogy megbízható partnereink lesznek. A klubtagok be fognak fizetni valamilyen összeget, de ez az összeg nem tagsági díj lesz, ebből az összegből kölcsönözhetnek. Sőt, 5 film kölcsönzéséig hitelük is van. Tehát ha a hónap második felében már nem rendelkeznek készpénzzel, már nem tudnak más szórakozást találni, akkor lehetőségük lesz arra, hogy kölcsönbe, hitelbe nézzék meg a mi filmjeinket. És amikor legközelebb pénzük lesz, akkor kifizetik. A klubtagság feltételeiről részletes írásos tájékoztatókat fogunk adni, ezeket a boltokban lehet majd megtalálni. Tehát így a letét megszűnik, jön helyette a klubtagság. Az Intervideó jóvoltából 3 filmet szinkronizáltam, 2 rózsaszín párducot és 1-et, amelyvel ugyancsak Peter Sellers magyar hangja lehettem, a Mi újság cicamicát. Mind a 2 filmről régebben csak hallottam, látni nem láthattam, a Mi újság cicamicát pedig láttam is már a moziban, de ennek nagyon nagy öröm volt, hogy újból elkészült a szinkronja, méghozzá azt hiszem, hogy nagyon jó szereposztásban. Szinkronizálva vagy felirattal jobbaké a filmek. Én azt hiszem, legalábbis jobban szeretem a szinkronizáltakat, nem csak azért, mert magam is szinkronizálhatok, hanem a szokások, tehát az olvasási rossz szokások, főleg a gyerekeknél szinte akadályozzák őket abban, hogy végig tudják követni egy filmet, ha feliratos. Egy-két kivételtől eltekintve szeretem eredetiben meghallgatni egy nagy színész egyéniséget, így például Olivier-t, bár azt is el tudnám képzelni, hogy szinkronizálva legyen, de csak velem. A Graffiti mozi videókazetta kölcsönzőjében vagyunk. Ezt a kölcsönzőt az Intervideóval közösen üzemeltetjük, közös kockázatvállalással. Tudomásom szerint ma a világ piacorientáltabb részén a mozik többsége a koncessziókból él, mivel ez a mozi is egy vállalkozás, így természetesen kerestük azokat a lehetőségeket az alaptevékenység, vagyis a vetítőterem mellett, amik plusz nyereséget termelhetnek. Ezért örültünk annak, hogy lehetőségünk nyílt az Intervideóval egy ilyen közös vállalkozást csinálni itt az előcsarnokban. A kazetta kölcsönző közönsége alapvetően eltér a mozi közönségétől, vagyis ide a kazetta kölcsönzőbe elsősorban a környék videomagnó tulajdonosai járnak. A kazetta választék az azt hiszem rendkívül gazdag. Clint Eastwoodtól Woody Allenig, mesefilmeken keresztül Michael Jacksonig sok mindent meg lehet itt találni. Ez a bemutatkozó műsor azoknak szól, akik látnak lehetőséget az Intervideóval való együttműködésre. Köszöntjük, tehát keressük, hívjuk azokat a partnereket, akik Budapesten és az ország különböző részein velünk közösen részt vennének a videózásban, a filmekben.